Lionel Messi szeretne visszatérni a Barcelonába? Kiderült, hogy a Real mikor jelentheti be hivatalosan is Kylian Mbappé leigazolását. A Real Madrid Reece James-szel erősíthet jobb hátvéd poszton. Állítólag Mohamed Salah is ott van a Barcelona csatár kiszemeltjei között. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol a mai videónkban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb átigazolási hírekről. Sajtóhírek szerint Angel Di Maria nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését a Paris Saint-Germain-nel, és az argentin szélsővel kapcsolatban az is felmerült, hogy visszatér korábbi klubjához, a Benficához. Di Maria 2015 nyarán a Manchester United-től érkezett a párizsiakhoz 63 millió euróért, és az elmúlt években a rengeteg szupersztár mellett a csapat egyik legfontosabb játékosa volt. A mostani a hetedik idénye a PSG-ben, és eddig 289 mérkőzésen lépett pályára, 91 gólt szerzett, de ami még ennél is pontosabb, 115 gólpasszt osztott ki, ami kiválóan mutatja, hogy mindig is igazi csapatembernek számított, aki kiváló egyéni képességei mellett soha nem riadt vissza a kemény munkától, az elképesztő futómennyiségtől. A szélső a védekezésből is mindig kivette a részét, ám ebben az idényben már egyre többször csak csereként vették számításba, hiszen kellett a hely a csapatban a Lionel Messi, Mbappé, Neymar triónak. Tavaly márciusban egy éves szerződés hosszabbítást kapott, vagyis kontraktusa a szezon végén lejár, bár egyes információk szerint a klubnak opciója van arra, hogy még egy évvel meghosszabbítsa. A madridi AS azonban úgy tudja, hogy Di Maria távozni szeretne, mivel elégedetlen a jelenlegi helyzetével a csapaton belül, például azzal, hogy a Real Madrid elleni BL visszavágón is csak a kispadon kapott helyet. A 34 éves játékost korábban a Tottenham Hotspurrel is kapcsolatba hozták, de egyszer már megégette magát Angliában, amikor a Manchester United-től egy év után távozott, és valószínűbbnek tűnik, hogy visszatér első európai klubjához, a portugál Benficához, amelynél 2007 és 2010 között három idényt töltött el, és a lisszaboni együttesnél nagy közönség kedvencnek számított. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki Taka TV egyetlen friss videójáról sem. Olasz lapértesülések szerint a Napoli hamarosan megkezdi a tárgyalásokat a Sassuolóval az elefántcsontparti középpályás Hamed Traoré megszerzése érdekében. A 22 éves játékos tinédzserként került Olaszországba, mint nemrég kiderült gyanús körülmények között, ugyanis meghamisította a dokumentumait annak érdekében, hogy egy már Olaszországban élő elefántcsontparti származású ember rokonának tartsák, és ezért ne utasítsák ki az országból. Traorét ezért 2021. februárjában jogerősen elítélték, de megúszta 48 ezer eurós pénzbüntetéssel, ami ekkor már nem okozott neki gondot, hiszen immár élvonalbeli labdarúgónak számított. Első profi klubja az Empoli volt, amellyel 2018-ban feljutott a Szériába, majd ott olyan kiváló teljesítmény nyújtott, hogy leigazolta őt a Sassuolo, előbb csak kölcsönbe, majd 2021 nyarán 16 millió euróért végleg. A jelenlegi már a harmadik idénye a Neroverdiben, és most játszik a legeredményesebben, hiszen 23 bajnoki 4 gólnál és 2 asszisztnál jár, miközben a Serie A legjobban cselező játékosai közé tartozik. Korábban a Juventus-szal is kapcsolatba hozták, de a jelek szerint a Napoli érdeklődik a legkomolyabban érte, és az olasz sajtó szerint a nápolyiak hamarosan tárgyaló asztalhoz is ülnek a Sassuolóval. Traoré egyébként a jelenlegi szezon kezdetén hosszabbította meg szerződését 2024-ig, és a Sassuolo a hírek szerint 25 millió euró körüli összeget szeretne kapni érte. Angliai sajtóhírek szerint a Real Madrid érdeklődik a Chelsea jobb hátvédje Reece James iránt. A londoni egyesület jövője meglehetősen bizonytalanná vált a tulajdonost Roman Abramovicsot sújtó szankciók miatt, és a csapat szinte minden játékosát kapcsolatba hozták más klubokkal. A jobb hátvéd Reece James például állítólag a Real Madrid célkeresztjébe került, köszönhetően annak, hogy a spanyol klub mindenképpen szeretne ezen a poszton erősíteni. Jelenleg Dani Carvajal számít alapembernek a madridiaknál a védelem jobb oldalán, de rajta kívül nincsen a keretben még egy vérbeli jobb hátvéd. Amikor Carvajal sérült volt, akkor az alapvetően jobb szélső Lucas Vázquez játszott ebben a szerepkörben mérsékelt sikerrel. Érthető tehát, hogy a Realt több olyan játékossal is kapcsolatba hozták, aki ezen a poszton szerepel. Az RB Leipzigben szereplő Nordi Mukieléhez, illetve az ukrán Shakhtar Donetskben futballozó brazil Dodóhoz képest Reece James azért más minőséget képvisel. Elvégre az angol játékost a világ legjobbjai közé sorolják ezen a poszton.
van. James ebben az idényben sérülések miatt csak 26 mérkőzésen szerepelt, de így is van 6 gólja, illetve 7 asszisztja, ráadásul még csak 22 esztendős. Jelenlegi szerződése 2025-ig érvényes a Chelsea-nél, de ha a klubnak az anyagi problémái miatt esetleg meg kell majd válni a legjobbjaitól, akkor a Transfermarkt által 55 millió euróra értékelt jobb hátvéd alig hanem az elsők között lesz, akit eladnak. Spanyolországi sajtóhírek szerint, amennyiben az FC Barcelona nem tudja megszerezni a Borussia Dortmund támadóját, Erling Haalandot a nyáron, akkor a liverpooli Mohamed Salahra hajt majd rá. Haaland az idén végén szinte biztosan klubot vált, ám a legfrissebb hírek szerint a Manchester City szerezheti meg, így aztán a Barcelona figyelme más támadó felé fordul, Salah pedig egyes vélemények szerint jelenleg a világ egyik legjobb formában lévő csatára. Az egyiptomi klasszis ebben az idényben az összes mérkőzést figyelembe véve már 28 talál és 10 gólpassznál jár, és ha ebben a tempóban folytatja, akkor egyéni rekordot dönthet. Salahnak a mostani az 5. szezonja a Liverpoolban, és mindegyikben legalább 27 alkalommal volt eredményes, a csúcsa pedig a 2017-2018-as idényben szerzett 44 gól. A liverpooliak számára egyedül az jelent gondot, hogy Salah szerződése 2023-ban lejár, és bár a klub már hónapokkal ezelőtt megkezdte vele a tárgyalásokat a folytatásról, egyelőre nem tudtak megállapodni, sőt, az átigazolási ügyekben meglehetősen jól tájékozott Fabrizio Romano szerint Salah visszadobta a klub legutóbbi ajánlatát. Az egyiptomi csatár jelenleg a Liverpool második legjobban kereső játékosa Virgil van Dijk mögött, és a fizetése évi nettó 7 millió euró körül van, aminek a hírek szerint majdnem a dupláját szeretné megkapni. A Liverpool viszont a jelek szerint nem akarja teljesen felborítani bérstruktúráját, így padhelyzet állt elő. Romano szerint Salah szívesen maradna, de szeretné, ha jobban megbecsülnék, és nem zárkózik el a távozás elől sem. Az egyiptomi a korábbi nyilatkozataiban utalta arra, hogy szívesen játszana valamelyik spanyol sztárcsapatban, és ez kapóra jött a Barcelonának, amely az AS szerint állítólag hajlandó lenne megadni neki az évi nettó 14 millió euró körüli fizetést, amivel egyébként Salah válna a klub legjobban kereső játékosává. Sőt, a madridi lap úgy tudja, hogy a katalánok 65 millió eurót is fizetnének a Liverpoolnak az egyiptomiért, ami ugyan jelentősen kevesebb, mint a Transfermarkt szerinti piaci értéke, de azért kifejezetten sok tűnik egy játékosért, aki júniusban már 30 éves lesz. Ugyanakkor nem Mohamed Salah az egyetlen támadó, akit kapcsolatba hoztak az FC Barcelonával, hiszen a hírek szerint a katalánok a Leeds United Brazíliát, Rafinhát is figyelik, akit egyébként a Liverpool is kiszemelt éppen Salah esetleges pótlására. A 25 éves támadó 2020 nyarán igazolt Angliába a francia Stade Rennes-től. A Leedsiek 18,6 millió eurót fizettek érte, de a befektetés maximálisan megérte. Rafinha ugyanis az előző idényben 6 góllal és 9 gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a csapat újoncként a középmezőnyben végezzen a Premier League-ben, és a Leeds gyengébb szereplése ellenére a dél-amerikai játékosra ebben a szezonban sem lehet panasz, hiszen jelenleg 9 találatnál jár az angol élvonalban, miközben a brazil válogatottban is bemutatkozhatott. Ugyan szerződése 2024-ig érvényes a Leeds Unitednél, de a csapat a kiesés ellen küzd a bajnokságban, ráadásul a Rafinhát a klubhoz vivő és a főmentorának számító Marcelo Bielsa nemrég távozott, így minden esély megvan rá, hogy a brazil játékos a nyáron klub váltson, főleg ha az együttes a szezon végén kiesik a Premier League-ből. Ebben az esetben egyébként a hírek szerint már 25 millió euróért is megszerezhető lesz, ami apró pénz egy ilyen kaliberű labdarúgóért. Minden esetre a jobb és bal szélsőként is bevethető Rafinhát korábban a Bayern Münchennel is kapcsolatba hozták, a minap pedig Fabrizio Romano arról írt, hogy a Liverpool és a Barcelona is komolyan érdeklődik iránta. A liverpooliak alig hanem abban az esetben jelentkeznének beérte, ha Mohamed Salah távozik, ami pedig a Barcelonát illeti, az szezon közben a kispadra érkező Xavi mindig is hangsúlyozta, hogy szüksége van vérbeli szélsőkre, márpedig az ebben a pozícióban bevethető Ousmane Dembélé szerződése az idény végén lejár, és ő alig hanem távozik a csapattól, Adama Traoré pedig egyelőre csak kölcsönben van a katalánoknál. A Barca esélyeit Rafinha leigazolására egyébként az is növelheti, hogy a játékos ügynöke nem más, mint a Barcelona egykori kiválósága, Deco. Látogass el partner oldalunkra a büntető.com-ra, és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Emellett elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban.
Rájár a rúd a Paris Saint-Germainre, hiszen a tavaly nyári sztárigazolás Lionel Messi már is távozni szeretne. Legalábbis a spanyol újságíró Gerard Romero szerint, aki a minap arról számolt be, hogy a világklasszis édesapja Jorge Messi a napokban felhívta az FC Barcelona vezetőségét, hogy a visszatérés lehetőségéről beszéljenek. Annál, hogy Messit ismét a Barcelona mezében lássuk, csak az volt nagyobb szenzáció, amikor kiderült, hogy elhagyja a katalán egyesületet, hiszen a neve összefort a Barszával, elvégre egészen tavaly nyári csak ott játszott, a Camp Nou-ban vált a világ legjobb játékosává. Még a klub anyagi gondjai ellenére is elképzelhetetlennek tűnt, hogy Messi máshol szerepeljen, így aztán óriási meglepetést jelentett, amikor bejelentették, hogy távozik, és transferdíj nélkül a Paris Saint-Germainhez igazol. A francia egyesületnél azonban nem úgy mennek a dolgok, ahogy a PSG vagy akár Messi elképzelte. A Ligue 1-ben ugyan hatalmas fölénnyel vezet a csapat, de a Bajnokok Ligájában már a legjobb 8 közé sem sikerült bejutnia. A Real Madrid elleni kiesést követő első bajnokin a párizsi közönség Messit is kifütyülte, és bár a PSG 3-0-ra legyőzte a Girondin Bordeaux-t, az argentin gólt sem szerzett és gólpasszt sem adott. Ugyan mind a három találatot megelőző akcióban benne volt néhány védelmet megbontó kulcspasszal, de ez is csak azt mutatja, hogy a pályán betöltött feladata sokat változott, immár nem annyira befejező, hanem inkább előkészítő. Tavaly minden esetre 2 éves szerződést kötött a párizsiakkal, de a viszonylag jó barcelonai kapcsolatokkal rendelkező újságíró Gerard Romero szerint Messi édesapja és egyben ügynöke Jorge a napokban felhívta a Barcelona elnökét Joan Laportát, hogy megvitassák a visszatérés lehetőségét. Korábban egyébként csak arról volt szó, hogy Messi visszavonulása után egyfajta utazó nagykövetként állhat ismét a Barca szolgálatába, és jelenleg nehéz elképzelni, hogy játékosként térjen vissza. És bár a csapat edzője Xavi Messi jó barátja, de korán sem biztos, hogy ő szeretné a nyáron már 35 éves argentint a fiatalitás alatt álló, egyre dinamikusabb futballt mutató csapatában látni. Mindazonáltal a Katalán Sport című napilap hétfőn arról írt, hogy a Romero által közölt információnak semmi valóság alapja nincs, vagyis Messi édesapja nem vette fel a kapcsolatot a Barca elnökével. A lap úgy tudja, hogy a játékos a nehézségek ellenére sem tervezi, hogy idő előtt elhagyja a PSG-t, és mindenképpen szeretné kitölteni a 2023 nyaráig szóló kontraktusát. A Márka értesülései szerint Kylian Mbappé ezen a héten írja alá az előszerződését a Real Madridhoz, melynek értelmében a világbajnok játékos a következő szezontól a blankókat fogja erősíteni. A 23 esztendős csatár sorsa közel 1 éve számít bizonytalannak, elvégre az már tavaly nyáron is köztudott volt, hogy a 2021-2022-es idény végén lejár a szerződése, és az is általánosan elterjedt nézet volt, hogy a Real Madrid nagyon szeretné megszerezni. A spanyol klub 2021 nyarán hivatalos ajánlatot is tett érte, és mintegy 180 millió eurót kínált a világbajnok támadóért, de a PSG vezetősége az üzleti logikával ellentétes módon erre nemet mondott, alig hanem abban bízva, hogy valahogyan mégis rá tudja bírni Mbappét a szerződés hosszabbításra. Ez azonban továbbra sem történt meg, és január 1-e óta a támadó immár szabadon tárgyalhat más csapatokkal a nyári klubváltásról. Nyílt titoknak számított, hogy igazából csak a Real Madrid jöhet szóba a leigazolásánál, még ha a pletykalapok időnként bedobták a Liverpool nevét is, és miután decemberben a Paris Saint-Germaint és a Realt összesorsolták a Bajnokok Ligájában, az is valószínűvé vált, hogyha születik is valamiféle megállapodás a játékos és a spanyol egyesület között, azt a pár viadal előtt aligha jelentik be. A két csapat BL 8-ad döntője pedig aligha győzte meg Mbappét arról, hogy érdemes a francia fővárosban maradnia. Ugyan a két mérkőzésen 2 gólt szerzett a Real ellen, végül mégis a madridiak mentek tovább, miután a visszavágó utolsó fél órájában a PSG teljesen összeomlott. Pár nappal a párizsiak kiesése után a Marca már arról írt, hogy Mbappé mindenben megállapodott a Real Madriddal, és már ezen a héten aláírhat a királyiakhoz, akik viszont a hírek szerint csak a szezon végén fogják hivatalosan is bejelenteni a transfert. A lap úgy tudja, hogy a csatár 5 éves szerződést kap, és az aláírásért közel 60 millió euró bónusz jár neki, az alapfizetése pedig évi nettó 25 millió euró lesz. Mbappé egyébként jelenleg a PSG-nél évi nettó 17,6 millió eurót kap, ami jóval kevesebb, mint amennyit Neymar vagy Lionel Messi tehet zsebre Párizsban. A Realnál pedig jelenleg a két legjobban kereső játékos, Eden Hazard és Gareth Bale egyaránt évi nettó 13,5 millió eurós bérrel, vagyis ha a világbajnok támadó valóban Madridba költözik a nyáron, akkor ő lesz a királya keretének legjobban kereső tagja. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára!